És hát itt a Korhatáros szerelem, az új szuper sikeres sorozat, amiben egy remek karaktered van. Igen. Beszéljünk Sziasztok. Egy kicsit erről a sorozatról. Szia! Mit beszéljünk róla a karakterről? Aha. Hát figyelj, arról, hogy... Mennyire más, mint te, vagy olyan, mint te? Hát azért azért nagyon más bizonyos értelemben, de amikor elkezdtük csinálni, akkor rájöttem, hogy azért, hogy amilyen ez a karakter, az van belőlem is. Uh-huh. Tehát van bennem is. Amikor először fölhívtak, akkor azt mondták, hogy figyelj, van itt egy karakter, akit úgy hívnak, hogy Bőgős Bandi, mert mindig elbőgi magát a nők előtt, mindig össze akar jönni különböző nőkkel, kiszemel valakit, senkivel nem sikerül összejönni, mindenki végül megunja, egy iszonyú nagy lúzer, picsog, gyerekes, nagyon gáz, és akkor átgondoltunk kíván, hogy mit szólna, hogy te játszanál. Kis csend a telefonban. Igen. De játszottál te már annyi szép fiút, igen, annyi fit, igen, kiprót, igen, annyi tehát ez most csak elviccelem, de tényleg meglepett, és akkor gondolkodtam, hogy fú, akkor ezt most csináljuk meg, de ezt most én, most ez hogy fog keresztül menni, stb. És akkor kitaláltam azt, hogy miért is ne, pont azért ma annyi félét játszottam, játszunk egy tök mást, de akkor mi lenne, ha befestenénk a hajamat kicsit szőkére, mi lenne, ha lenne ilyen kis piperkőt szemüveg, mi lenne, ha lenne egy kis bajuszka, mi lenne, ha ilyen nagyon ilyen coolon néznénk ki mindegy, és akkor valahogy elkezdtem belemenni, és akkor elkezdtem utána a lelki részét, hogy milyen az az ember, aki folyamatosan elsírja magát, ez egy menő üzletember, de miért bőgi el magát a nők előtt, azt mondják róla, hogy jóképű, akkor miért ilyen lúzer, hogy jön ki, és akkor, hogy mennyire érzékeny, mennyire sírós, és ez egyébként ebben a filmben, vagy ebben a sorozatban, ez a vígjátéki szerep. Azt uh-huh. képviseli, tehát nagyon sokat lehet röhögni rajta, milyen értelme, tehát ez egy lubickolás volt ebben a szerepben, de meg kellett találnom, hogy én hogy lennék ilyen, vagy bennem milyen ilyesmi van, és azért van persze.